A világ első natív, kód nélkül alakítható nagyvállalati szintű felhővállalatirányítási plusz CRM plusz HR szoftvere egyszerűen. Szerintem nem csak én vagyok az, aki ezt a mondatot elsőre nem értette meg, illetve elsőre nem látta át, hogy a Tenex One ZRT mivel is foglalkozik valójában. Ha kíváncsiak vagytok arra, hogy Csernecki Péter cégvezetőként milyen tervekkel rendelkezik, milyen terveket álmodott meg a céghez, miért készül a Szilícium völgybe, és hogyan vezeti a cégét nap mint nap, tartsatok velem ebben a januári interjúban. Először is köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, hogy te legyél a januári vendégünk ugye a csatornán. Én igazából nem húznám most egy hosszabb felvezetővel az időt, mert nagyon sok kérdést írtam össze az eddigi izgalmas életpályáddal kapcsolatban, úgyhogy én azt mondom, hogy in medias res, vágjunk bele. Az első kérdésem, az nem tudtam kihagyni, ugye felvételét Magyarország egyetlen középiskolájába sem javasoljuk. Megosztottad velem ugye egy beszélgetés során ezt a mondatot, hogy ez a te ellenőrződben, az általános iskolai ellenőrződben vagy bizonyítványodban szerepelt, amit az iskola igazgatója írt bele, vagy egy tanárod írt bele. Azért ez egy eléggé kőkemény kijelentés, illetve mondat. Ez hogyan hatott rád? Tehát felfogtad te ennek a mondatnak a súlyát? Mert hogy mondtad nekem, hogy te égetnivalóan rossz gyerek voltál, hajmeresztően. De te felfogtad ennek a mondatnak a súlyát? Hogy így indul az életed? Hát mondjuk, hogy az életem az már előtte se volt könnyű. Tehát eléggé nehezített pályán indultam. Se anyukámnak, se apukámnak nem volt se érettségie, se hasonló. Apukám végül anyukám uncolására estin szerzett egyet magának, nem tudom, hogy hány év alatt. És hát egyébként meg teljesen jól mondtad, hogy szerintem édesanyámnak az őszhajszálainak a 98%-a az tőlem van, és talán 2% mindenki mástól. Úgyhogy hát eléggé oda tettem magam gyerekkoromban. Egyébként meg a súlyát ennek már nem fogtam fel, de ami előtte volt, annak természetesen igen, mert ez hát volt egy ilyen apróbb kis rendőrségi ügyünk a srácokkal, amit hát végül sikerült, hogy is mondjam, különösebb következmények nélkül megoldani. Úgyhogy akkor volt két választás. Az egyik, hogy azt mondta az iskolai igazgató, hogy vagy kirúgnak. Ez volt 8-ban, tehát én egyébként nagyon jó tanuló voltam, csak hát magatartásom volt ilyen kettes alá, mert hogy egyes nem tudtak adni, és hát így ő azt gondolta, hogy akkor vagy kirúgnak, vagy ennek kell, hogy legyen valamilyen következménye. Tehát ez nem lehet, hogy ez következmények nélkül van. És hát így kitalálták azt, hogy akkor beleírják ezt az ominózus mondatot. Ez bele is lett írva egyébként, ez az általános iskolás bizonyítványomnak van a végén, úgyhogy, és hát így is lett. Tehát jelentkeztem több középiskolába, és egybe se vettek fel. Úgyhogy a végén, hát augusztus 28-án, a nyári szünetnek a végén mentünk be édesanyámmal egy gimnáziumba, ami ott volt a közelben, ő besétált, és ő azt mondta, hogy onnan addig nem jön el, ameddig engem oda fel nem vesznek. Édesanyád Karapán asszony. Abszolút, nem volt más választása. De akkor, ha jól értem, nem kell hosszan belemenni, mert nyilván nem ez a beszélgetés lényege, csak érdekel. Tehát jó tanuló voltál. Igen, abszolút. Hiába látták mondjuk a jó tanulmányi eredményeket, kinyitották, meglátták ezt az ominózus mondatot, azonnal becsukták, és azt mondták, hát, hogy viszont... Igen, akkoriban meg azért ugye, hogy mondjam, tehát hogyha ma ilyet beleírnak valakinek a bizonyítványában, valószínűleg akkor is hasonló a helyzet. De akkoriban meg ugye, hát hogy mondjam, kicsikét még szigorúbban vették, tehát ugye akkor még éppen a szocializmus végénél tartottunk, és még talán 2 év volt belőle, úgyhogy akkoriban ez egy ilyen főben járó dolog volt, tehát ez rám volt sütve a bélyek, hogy akkor ott én valamit tettem, amit nem kellett volna, és hát ezért nem. Voltak egyéb dolgaim is, nagyon komolyak, de ez egy ilyen végzetes hiba volt, úgyhogy hát mindenki, aki ezt megkapta, mindenki komolyan vette ugyanígy. És a szüleid hogy álltak a tanulmányaidhoz? Tehát ugye, mint informatikai szakértő ülsz itt, és mint cégvezető egyben, ők támogatták a pályádat, ezt a pályát, vagy ők teljesen más szántak neked? Hát attól függ, hogy melyikük. Tehát, hogy is mondjam, édesapám, ő tehát egy rettenetesen okos ember, egyébként
5 nyelven beszél, tehát a saját magától tanulta meg mindegyiket, teljesen autodidakta módon, mert hogy őt érdekelték a nyelvek, tehát mondom, nem volt érettségén nagyon sokáig, de 5 nyelven megtanult. És édesanyám meg, hát hogy mondjam, bizonyos szempontból meg még egyszerűbb ember volt. Na most ennek ellenére édesanyám értette meg először, hogy hát ebből azért lehet valami. Akkoriban ugye még sehol nem volt a számítástechnika, volt egy matematika tanárom az általános iskolában, aki ugye kiemelt engem, mert látta, hogy egyébként nagyon jó fejű gyerek voltam, meg állandóan beledumáltam az órába, tehát bárkitől bármit kérdezett, mindig én vágtam rá először a választ, tehát én mondtam, hogy ez, és akkor már először hátraültetett, utána még hátrább ültetett, és utána még már a tanteremből is kiültetett. Tehát mondta, hogy velem nem lehet órát tartani, mert hogy én állandóan lelövöm a poént, és hogy volt egy ilyen mondata, hogy én ne vegyem el a többiektől a gondolkodásnak az örömét, amit én rendkívüli módon nem értettem, mert ugye nem értettem, hogy ezeken mit kell gondolkodni. Na mindegy, ő kiemelt, ugye ő neki állt nekünk programozást tanítani négyünknek, és ő mondta, hogy hát valahogyan ebbe az irányba menjünk tovább. Az édesapám pedig mondta, hogy már pedig belőlem esztergályos lesz, bárki bármit mond, mert ez egy kézzelfogható dolog, ő is az akart lenni. CNC esztergályos, azzal nagyon sokat lehet keresni, és azonnal nem kell nekem sehova sem menni, középiskolába meg sehova, menjek én egy normális szakmunkás képzőbe, ahol majd ezt meg lehet tanulni, és akkor utána gyorsan én már pénzt is tudok keresni. Tehát kb. Ennyi volt a sztori. Na most, hát édesanyám ugye titokban gyűjtögetett pénzt, nem tudom, hogy honnan, tehát hogy gondolom a kosztpénzből rakta félre havonta, úgyhogy hát rá egy évre kaptam egy számítógépet, ami egy eléggé sokat lökött rajtam, hát illetve a másik ez, hogy azért szerencsére mondjuk sikerült nem CNC esztergályos irányba menni, hanem mondjuk bekerültem egy valamilyen gimnáziumba, ahol szintén hát eléggé jól tanultam, aztán utána meg már úgy egyenes volt az út, vagy mondjuk viszonylag egyenes, tehát akkoriban jelent meg ugye az első informatikus képzés főiskolai szinten, meg egyetemi szinten. Én nagyon sok helyre jelentkeztem, nagyon zűrös helyen laktunk egyébként, tehát ilyen mondjuk azt, hogy én nekem az érettségire készülni is eléggé nagy kihívás volt. A szomszédokkal állandó viták voltak meg ilyenek, és nem miattunk, tehát akkoriban még nem volt munkanélküliség, de a felettünk lakók munkanélküliek voltak, tehát ők ezt elérték, és alkoholisták. Az alattunk lakók pedig, hát mondjuk, hogy előtte eléggé mélyen vidéken laktak, és masszívan, tehát hogy azokat a sztorikat, amiket egyébként csak hallottunk, hogy Budapestre érkeztek, és akkor felszedték a parkettát, és akkor ott tüzeltek meg ilyenek, hát minden ilyen sztori náluk előfordult. Tehát mi két ilyen család között laktunk, tehát felettünk az alkoholista munkanélkülék, alattunk pedig ezek, akik így beköltöztek, de hát nem is találták a helyüket, és 15-en laktak egy ilyen mondjuk háromszobás lakásban. Bocsánat, hol nőttél fel? Hát először Pest Erzsébeten kezdtünk, egy szükséglakásba, az egy 3x3 méteres szoba volt, ott nem volt se víz, se meleg víz, villany az később lett, ahogy anyukám mesélte. Onnan elmentünk egy másik szükséglakásba, és onnan egy harmadik ilyen, az már nem szükséglakás volt, ez lett Csepel, ahol ugye az országnak minden részéről beköltöztették az egyes ilyen panellakásokba az embereket, akik szerencsések voltak, és akkor kaptak egy ilyen vadi új lakást, mi is azok között voltunk. Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy a nem könnyű gyerekkor uh-huh. után, ugye, meg az általános iskolai zűrök uh-huh. és magatartásbeli problémák után, ugye középiskola továbbtanulás, uh-huh. de mielőtt nagyon belemennénk uh-huh. a cégbe, ugye, előtte nekem mindenképpen meg kell kérdeznem, hogy hogyan jött az életedbe, mert ugye ez nyílt titok rólad, hogy te karatésztál, illetve most a jóga az életednek egy nagyon fontos szeglete. Uh-huh. A karate, az engem azért érdekel, azért kezdtél el karatézni, hogy te meg tud magad ilyen körülmények között védeni? Kénytelen voltam. Tehát ott szintén három választása volt az embernek. Az első, hogy elment futni. Bocsánat, ez Csepelről beszélgetünk. Ez Csepel, persze, ez egy ilyen, tehát ezt tényleg olyan környéknek kell elképzelni, ahol hát ugyanezek a szomszédok, ezek, tehát édesapám sokat dolgozott külföldön, ezek a szomszédok, ezek volt olyan, hogy látogatásokat tették nálunk, tehát, és nem kopogtattak, hanem mondjuk ránk törték az ajtót.
és mondjuk apámat mondjuk lepofozták, és akkor szerencse volt, hogy csak annyi volt, és hát egy idő után ugye hát előkerültek ilyen dolgok, hogy gáspré, meg ilyenek, az már nálam is, tehát kénytelenek voltunk, tehát ilyen fegyverkezési verseny volt ott a környékem. Nekem minden haveromnak volt gáspréje, minden haveromnak volt rugós kése, stb. Tehát ott volt egy pár ilyen eszköz, és hát a másik meg, hogy mondom, valaki vagy elment futni, igen, hogy gyorsan el tudjon szaladni, vagy pedig elment mondjuk boxolni, tájboxolni, vagy elment karatézni. Tehát, hogy kb. Ezek voltak a választásokat, én úgy döntöttem, hogy nekem valamire karate tetszett meg. Uh-huh. És ez hány évig? Az 12. 12 évig, uh-huh. És volt olyan, hogy hasznosítanod kellett, persze, azt az tudást önvédelem, abszolút, szempontjából? Abszolút. De magad, vagy a családod védelmében? Mind a kettő. Ezt akkor te hogy élted meg, hogy ilyen körülmények között éltek? Bocsánat. Mert ugye akinek nincs összehasonlítási alapja, és egy gyermeknek még ugye a világhoz nagyon sok szituációban nincs. De te felfogtad ennek a súlyát? Érezted? Vagy vágytál egy másik világban? Mondjuk egy olyan világban, amiben most élsz akár? Hát ez egy nagyon érdekes, ez egy nagyon jó kérdés. Tehát én mindig tudtam, hogy valahova oda, ahol most vagyok, én el fogok jutni. Tehát én gyerekkoromtól leírtam azt, hogy hova akarok eljutni. Először csillagász akartam lenni, leírtam, hogy Galileo Galilei nyomdokain, tehát ez le van írva mai napig. Utána, hát ahogy ugye jött be az informatika, éreztem, hogy ez valami olyan, amiből lehet valami. Nem tudtam, mert akkor még ezt senki nem tudta. Tehát nem csak én, fogalma nem volt senkinek akkoriban, hogy itt milyen pályát futott be majd az informatika. És volt egy rettenetes, hogy mondjam, félelmem, tehát egy ilyen alapfélelmem mindig. Ugye én soha nem tudtam, hogy honnan jöhet támadás, tehát hogy ez tényleg így volt. Tehát, hogy otthon se voltam nagyon biztonságban, az utcán meg biztos, hogy nem. Hogy mondjam, tehát mondom, 4-5-ször volt olyan, hogy rendes verekedésbe kerültem, és szintén nem magam miatt, tehát hogy valami volt, és akkor reagálni kellett. A karate ez mindig nagyon jól jött. Tehát én nem futottam el, és minden, amit ott tanultunk, tehát hogy szúrt ki a legnagyobbat, és neki menjél neki, tehát én volt, hogy nálam 3-szor akkor a gyereknek neki mentem, és miután látták, hogy én neki megyek, utána a többiek azok szaladtak. Tehát, de ezt az életed összes területére átvetted a karatéból adódóan? Nem futunk el, hanem adott abszolút esetben neki, most nyilván nem feltétlenül az agresszivitásra, abszolút, értem, de hogy neki megyünk? Abszolút. Uh-huh. Tehát ezt a karate adta. Uh-huh. Uh-huh. És akkor tehát tudtad, hogy ott tartottunk, uh-huh, ugye, tudtad, hogy el fogsz jutni idáig, uh-huh, ahol most jelen pillanatban tartasz. Uh-huh. De milyen érzések? Tehát gyerekként te ezt nagyon rosszul élted meg, uh-huh, hogy így éltetek? Vagy hogy neked állandó uh-huh önvédelmi reakciók kellettek, hogy az agyadban uh-huh ott legyenek, hogy meg tud védeni uh-huh magad vagy a családod? Uh-huh. Én azt gondolom, hogy addig, ameddig én nem éreztem azt, hogy én meg tudom magamat védeni, addig ez rossz volt. Uh-huh. Abban a pillanatban, hogy én már azt éreztem, hogy én valamilyen szinten kezdem kontrollálni az eseményeket, onnantól kezdve nem volt olyan rossz. Azt nem mondom, hogy jó volt, de hogy uh-huh nem volt rossz. Tehát ugyanezt, megvettem a legjobb gásprét, stb. Tehát voltak olyan, hogy mondjam, lépések, amivel ezt a helyzetet, egy ilyen kontrollálatot a helyzetet, azt a magam szintjén kontrollal elvontam. És mondom, 4-5 ilyen alkalom volt, amikor kellett használnom azt, amit tudok. Volt olyan, amikor elég volt, hogy csak beálltam, tehát látta a szemben levő fél, hogy én tudom, hogy védjem magam. Mai napig megvan egyébként, tehát hogyha valami megijedek, vagy valami, akkor ugyanez megvan. Tehát így tudtam, hogy hogyan reagáljak egy ilyen helyzetre. És a másik fél, ez már abban a pillanatban látta, hogy akkor jobb, hogyha más keres magának, mert hát itt tehát itt ilyen a reakció. De egyébként mondom, alapvetően addig a pontig volt nagyon rossz, ameddig nem éreztem ezt a kontrollt. Ez volt egy olyan 12-13 éves korom, és onnantól pedig ez ilyen, azt gondolom, hogy ez folyamatosan javult. Uh-huh. És megtanultad magad megvédeni. Uh-huh. Így van. Ha most ugye a gyerekkorodról egy picit most már átmegyünk azért az üzleti életbe, uh-huh, meg a tanulmányok világába, mielőtt ugye megalapítottad a Tenex One ZRT-t, a mostani cégedet, azért eléggé hosszú és izgalmas utat jártál be, és pénzügyi befektetőkkel is ugye dolgoztál. Talán ezzel kezdted a pályádat, mondhatjuk. Cégeket átalakítottatok, helyre pofosztatok, majd eladtátok őket. Azért egy
egy olyan embernek, aki ehhez a világhoz nem ért, nem dolgozott benne, ez elég izgalmasnak hangzik, hogy cégeket helyre rakni, befektetéseket hozni. Miért hagytad ott ezt a világot? Hány évig csináltad, és miért hagytad ott? Hát én egy olyan szintén 12-13 évig dolgoztam együtt mindenféle, hát ezek alapvetően ilyen külföldi befektetők voltak. Amit még el lehet róluk mondani, hogy hát szintén többféle befektető van. Van olyan befektető, aki azért vesz egy céget, hogy gyorsan kipakolja belőle az eszközöket, ránéz az eszközre, meg tehát a mérlegben az eszközökre, meg a kötelezettségekre, és akkor látja, hogy az eszköz több, mint a kötelezettségek, mert mint valódi piaci értéknek, hogy gyorsan megveszi, eladja az eszközöket, kötelezettségekkel kezd valamit, és akkor utána pedig bezárja a céget. Na most ezek nem ilyenek voltak. Tehát ezek kimondottan ilyenek voltak, hogy azért vettek cégeket, hogy valamilyen értéket teremtsenek. Tehát én nekem nagyon-nagyon nagy mázlim volt az elsőnél, akkor szintén fogalmam nem volt róla, tehát többször volt nagyon-nagyon nagy mázlim az életemben. Az egyik az ilyen volt, ahol teljesen véletlenül bekerültem egy olyan helyzetbe, ma egyébként Invitelnek hívják, tehát Magyarországon eléggé ismert a cég, ahol bekerültünk egy olyan helyzetbe, hogy én voltam a legfiatalabb, körülöttem csak külföldiek voltak, teljesen, tehát 15-20 év plusz tapasztalat. Én oda kerültem egyszerű juniorként, hogy akkor majd valamit én ott csinálok ezen a projektem. A végén én írtam az üzleti tervet, a teljes modellinget, tehát a teljes modellezését, a pénzügyi modellezését, én csináltam már a preziket, mindent, tehát rengeteget tanultam ott, és ugye hát felfigyeltek rám, tehát én oda tettem magamat rendesen, kb. 500%-ot nyújtottam ahhoz képest, mint amit ők vártak, és ugye ők megkínáltak engem, akkor voltam 23 éves korom engem megkínáltak azzal, hogy annak a távközlési cégnek, ami ma az Invitel, annak én legyek az informatikai igazgatója. Én megmondtam, hogy nem, mert én egy tanácsadó cégtől voltam ott, és ott volt egy ilyen tanácsadói etika, tehát volt egy ilyen alap szabályunk, hogy ugye ügyfélhez nem megyünk. Tehát én azt mondtam nekik, hogy nem, ők ezt nem akarták elérni, tehát ők meg akartak engem venni, úgymond a tanácsadó cégtől, ahonnan én oda mentem. Rettenetesen szerettek, és akkor ez egy ilyen elveszett lehetőségnek tűnt. Én utána meguntam a tanácsadást, tehát én 2 évig foglalkoztam informatikai tanácsadással, csak rettenetesen untam azt, hogy tanácsot adtam az ügyfélnek, és utána odébb kellett állni. Tehát, hogy nem tudtam, hogy mi lesz vele. Tehát én nem ilyen ember vagyok, hogy valamit csak így elmondok, és akkor utána odébb megyek. Tehát én azt szeretem, hogy látom, hogy mi lesz belőle. És akkor volt egy nagyon-nagyon jó ajánlatom. Az elsők között lettem volna, akik kikerülnek Angliába, Nagy-Britanniába. Akkor még Andersen Consultingnek hívták, most már Accenture, tehát egy ilyen elég jó nevű informatikai tanácsadó céghez. A reptéren interjúztattak, akkor még nem voltak erre folyamatok meg semmi. Mondták, hogyha majd velem bejön, akkor majd hívnak újakat. Akkor majd hívnak másokat is. És ott már megvolt az állásajánlatom, és volt egy valaki, aki még ennél a távközlési cégnél együtt dolgozott, ebből az 5 emberből az egyik, velem, aki oda került egy Hungarokamion nevű céghez. Ami egy Hungarokamion nevű cég, az akkor lett frissen privatizálva, tehát előtte 40 évig szocialista tulajdonban volt, azaz senkié nem volt, 3,5 milliárdos veszteséggel, 3,5 milliárd volt a főkönyv és az analitikák között a különbség, tehát azt nem tudták, hogy mennyi volt a cégnek a bevétele, amikor megvették. Tehát nem, hogy a nyereségessége nem volt biztos, a bevételét nem tudták pontosan. Bekerültem ide, és gyakorlatilag onnantól kezdve, én akkor azt sem tudtam, hogy kik azok a befektetők, tehát semmi erről nem tudtam, én csak láttam, hogy van egy cég, amit megvettek, amiből ömlött ki a pénz, ott volt akkor kb. 2000 alkalmazott, és én voltam a harmadik ember, akit megvettek. Engem egyébként úgy győzött meg ez a valaki, aki engem odahívott, hogy, tehát én akkor, mert mondom, ki akartam menni Angliába dolgozni, ő úgy győzött meg, hogy lerakott elém egy üres A4-es lapot. És azt mondta, hogy én azt csinálok informatikában, amit akarok. Bocsánat, csak hogy értsük. Tehát akkor a Hungarokamion volt az, ahol te informatikai pályád valójában elindult, hogyha most ezt jól sejtem, tehát ott kezdtél. De a befektetőkkel, amikor dolgoztál, akkor te még csak tanácsadóként voltál jelen, vagy már ott is aktívan dolgoztál? Nem. Tehát az első ilyennél, ahol azt úgy hívták, hogy Pantel. Tehát ők akkor az akkori Matávnak, ma ugye a Telekomnak a konkurenciát akarták megcsinálni. Igen. Annál én még tanácsadóként voltam. Tehát én ott így besegítgettem az 5 külföldinek. Uh-huh. Viszont a Hungarokamionnál oda már úgy hívtak,
hogy én ott mevezető lettem rögtön. Tehát én ott gyakorlatilag 24 évesen ki lettem nevezve ennek a teljes informatikai projektnek a vezetőjének, meg a fő agyának, és gyakorlatilag az volt a feladatom, hogy egy addig masszívan veszteséges és nem annyira piacorientált cégből egy masszívan nyereséges és piacorientált céget csináljunk. És ennek ugye ebben ugye az informatikának kulcs szerepe volt. Hány éve dolgoztál akkor? Egy kettő durván, amikor kineveztek? Hát kihagytam egyet, a sztoriból, tehát már nem kettő, akkor már négy, mert én ugye már, tehát én amikor már a suliba jártam, tehát már a főiskolán is volt egy, ma a startupnak hívnánk, tehát hogy gyakorlatilag 3/4 év alatt elértem én, mert hogy én voltam, aki a szoftvert fejlesztette, meg még másik két évfolyamtársam, meg volt egy tanár, akivel alapítottuk. Én 3/4 év alatt elértem azt, hogy piacvezetők legyünk. Ez egy nagyon kicsike piac volt, tehát hogyha ma valaki a menzára megy, akkor ugyanezekkel a szoftverekkel van a mai napig kiszolgálva. Tehát ahogy mondom, tehát a juniornak meg az összes többi cégnek, amik iskolai menzák, azok mögött a szoftver, ez a mai napig ugyanaz a szoftvert, amit akkor összeraktunk. Csak én felhívtam a legnagyobb ilyen cégnek a vezérigazgatóját, apukámnak, édesapámnak az irodázából egy nyári szünetben. Mondtam nekik, hogy akarnak-e szoftvert venni, ők mondták, hogy akarnak, és akkor eladtuk a legnagyobbnak. Innentől kezdve 50 konyhájuk volt, onnantól kezdve milyen volt a piac. Tehát nekem már volt egy startupom kb. A főiskolának az utolsó évében, meg mondjuk az első fél évben, és utána én, mivel másfél év alatt láttam, hogy ezt is megcsináltam, tehát én mindig olyan vagyok, hogyha valamit megcsinálok, akkor utána már unom. Amikor is sokan azt sem tudták, hogy ez tehát a startupok valójában, hogy ez az, és léteznek. És ugye az is nyílt titok, hogy onnantól kezdve, hogy elindult az informatikai pályafutásod, és mielőtt saját céget alapítottál, te olyan cégeknek is dolgoztál, mint például a Waberers, ugye? És annak az informatikai, tehát az alapját, a szoftverét, ugye azt te raktad össze, ami mai napig az alapja, ugye, annak, amit használnak, rendszert. Tehát ott is mondhatni, hogy egy olyan vezetésre, egy olyan presztízsre, egy olyan elismerésre tettél szert, amit mondjuk nagyon kevesen tudnak megvalósítani a pályájuk során. De ezt is untad. Tehát ahogy ott hagytad, hiszen nem ott vagyunk, tehát nem úgy ülök veled itt szemben, hogy te valamelyik nagy presztízsű, múltú, multinak vagy az informatikai vezetője, tehát akkor kijelent, ezt is untad. Miért mondtad meg ezt, hogy ezeknek a cégeknek segítség? Volt még, tehát én ugye több suliba jártam még utána, szintén azért, mert egyrészt unatkoztam, másrészt meg érdekelt. Bocsánat, unatkoztál? Igen, de néha szoktam. De tehát hogy te tehát informatikai vezetője voltál több nagy cégnek, vagy egyszerre nem tud, tehát most nem is feltétlenül lényeges. Hogy lehet unatkozni? Tehát a legtöbb vezetőt ma Magyarországon onnan ismerjük, hogy két hétig nem lehet a naptárába bekerülni. És te azt mondod, hogy te azért tanultál, mert unatkoztál? Abszolút. Tehát nekem van egy ilyen furcsa agyam, hogy valószínűleg túl gyorsan tanulok, és mellé túl sok minden érdekel. És ezért, hát mondom, tehát tényleg, tehát én... Még amikor ennél a tanácsadó cégnél dolgoztam, ott is beírtam, mindig álmesuliba jártam, tehát nekem most talán az elmúlt 10 évemben most már nem jártam formálisan iskolába, én előtte mindig iskolába jártam valahol, két év után mindig kitaláltam, hogy akkor még ezt is tanuljuk meg, mert erről kérdeztem valakit, hogy mi a minőség. És akkor nem tudták megmondani, megkérdeztem más, hogy mi a minőség, senki nem tudta megmondani. És akkor mondtam, hogy akkor menjünk el olyan iskolába, hogy műegyetemre elmentem egy minőségirányítási mérnökére, mert mondom, hogy senki nem tudja, mi a minőség, én megmondom, minőséget szeretnék, hát akkor tanuljuk meg. És akkor ugyanígy ugye közgázra is eljutottam, és akkor visszatérve az eredeti kérdésedre, tehát hogy miért, volt ott a közgázon egy orvos, őnek orvos volt az alapdiplomája, volt egy orvos barátom, aki többször elmondta azt a mondatot, hogy az agyam állandó gyorsulásban él. És ezt így el tudtam érezni, tehát hogy végre valaki, tehát hogy végre valaki, aki megfogalmazta, amit én érzek. Tehát hogy nekem mindig kellett valami, amivel úgymond lekötöm az agyamat, és ennek része volt az is, hogy jártam suliba, része volt az, hogy mondjuk megtanultam iparágakat, része volt az, hogy mondjuk ezekkel a befektetőkkel ugye cégeket alakítottunk át. Én iszonyatosan élveztem, mert egy ilyen befektető az nem úgy működik, mint egy ilyen normál cég, amit így elképzel magának az ember, hogy van egy éves terv, és akkor ráérünk, és akkor majd decemberben ráérünk belehúzni, hanem egy befektető az olyan volt, tehát ott volt egy ilyen forgóvilla a Hungarokamionnak a bejáratánál, én azon szoktam néha poénkodni,
hogy arra lehetett volna valamilyen generátort kötni, mert az a láramot lehetett volna termelni, mert hogy olyan gyorsan jöttek be és mentek ki az emberek, tehát felvették őket, meg ki is rúgták. Tehát ugye a legtöbb embernek az átlag ideje a cégnél az mondjuk 3-4 hónap volt. Ugye én voltam az informatikának többek között a vezetője, hozzám jöttek mindig kiléptetni, én tudtam mindig először, tehát hozták a laptopot, és akkor mondtam, hogy ezt most karban kell tartani. És hát elvettük a laptopját, és hát utána már nem kapta vissza, ez ilyen csúnya része volt a dolognak, és akkor utána ment a forgóvilánk kifele. Na most én ezekkel a befektetőkkel tudtam úgy dolgozni, hogy engem meg imádtak. Tehát, hogy nem az volt, hogy szerettek, hanem én még mindig teljesítettem. Nem lehet, hogy ez is közre játszik, ezt majd te megválaszolod, de azért teszem fel a kérdést, mert céget tulajdonolsz jelen pillanatban. Akkor mondhatjuk azt, hogy unatkoztál egy picit ezeknél a cégeknél egy idő után már. És nem lehet, hogy az is benne volt, hogy nem érezted őket, ezeket a cégeket a sajátodnak, hiszen nem volt az? Benne volt ez is, sokkal inkább az volt benne. Tehát az egyik az, hogy láttam, hogy azért, hogy mondjam, tehát azzal, amit én ott leraktam az asztalra, azzal sokan nagyon sok pénzt kerestek. És a sokan nagyon sok pénzt, tehát ezek ilyen 10 meg 100 millió dollárok. Tehát persze ők raktak is be pénzt, tehát itt soha ne felejtsük el, hogy egy-egy ilyen befektetés az minimum 50-100 millió mai pénzben, mondjuk euróban mérve 50-100 millió euró között volt. Tehát, hogy ők ugye raktak be pénzt, de ők rengeteg pénzt kerestek. És most hihetnénk azt, hogy én irigy voltam, de nem ez volt az alapmotiváció, hanem az, hogy több olyan ponton, ahol én azt gondoltam, hogy másképpen kéne dönteni, ők másképpen döntöttek. És egyszerűen azt éreztem, hogy nem tudom átvinni az akaratomat, és ez engem rendkívüli módon zavart. Tehát egy idő után én azt láttam, hogy én másképpen döntenék, mint ők. És minél több ilyen volt, engem annál jobban zavart, hogy atya úristen, most itt vannak ezek az emberek, az övéké a cég, én itt vagyok, mint egy valaki, én úgy gondolom, hogy már átláttam a működését annyira a cégnek, hogy, tehát ugye nekem volt saját véleményem, és utána nem titok, tehát volt több olyan alkalom, amikor már ütköztünk, tehát amikor már szabályosan ütköztünk, és hát én még nem olyan vagyok, hogyha valamiről meg vagyok győződve, akkor azt annyiban hagyom, és akkor legyintek egyet, és elsétálok, hogy hát tudod mit, akkor neked van igazad, jó barát, hogy nem, tehát ki van zárva. Tehát, hogy én beleálltam, és ugye egy idő után ebből, hát, hogy mondjam, voltak némi nemű feszültségek. Ők szeretek volna marasztalni, tehát volt több ilyen helyzet, de én nem akartam. Besétáltál mondjuk egy ilyen céghez, ahol informatikai vezető voltál egy szép tavaszi napon, és azt mondtad, hogy köszönöm szépen, de most én akkor ezt így itt hagynám, és mennék a saját utamat járni. Ezt hogy fogadták? Hát most ugye egy csendben vagyok, tehát most hát nem örültek annyira. Tehát, de ha nem örültek annyira, most kicsit forszírozom, tehát az egy széles skála, tehát ha nem örültek annyira, aminek a végletein lehetnek dolgok, tehát nem örültek annyira, vagy komoly konfliktusokat, összeütközéseket, harcokat váltott az ki, vagy esetleg fenyegetéseket, az, hogy te el akarsz jönni, mert most bele fogunk majd menni, azért az, hogy valaki egy cégnek az informatikai rendszerét és hátterét összerakta, minden kódját ismeri, azért az nem egy olyan dolog, hogy látom a logót és megjegyzem, hanem mindent tudsz a cégről. Tehát azt szoktad mondani, hogy a pap, az ügyvéd, A könyvelő, és az informatikus. Ez minden tud rólad. Tehát, így van. Tehát ezzel a négyen nagyon-nagyon jóba kell lenni az embernek, mert ez a négy, hogyha nem vagy vele jóba, akkor ott komoly gondok lehetnek. Igen. De akkor hogy fogadták? Mm. Tehát, hogy volt, emlékszel mondjuk olyan esetre, ami benned nagyon megragadt, mondjuk negatívként, hogy azt mondtad, hogy úristen, ez most hogy fog összejönni, hogy én szabad lehessek? Hát, hogy mondjam, tehát bennem ez annyira negatívként nem ragadt meg, bennük maradt meg negatívként, tehát egyértelműen nem, tehát hogy mondjam, tehát ezen nem mosolyoghatok, mert nem szabad, mert nem azért csináltam, hogy nekik rossz legyen, én ezt azért csináltam, hogy nekem jó legyen. És egyébként igen, tehát persze, tehát én ezt nem gondolom, hogy nagyon komoly belső konfliktusokat okozott, hiszen azért itt azt kell látni, hogy egy ilyen cég, tehát akkor is a cég az ahol én akkor dolgoztam, az ugye 65 milliárdos árbevételű cég volt, akkor már volt ugye egy ilyen 3000 fő, tehát mondjuk egy 3000 fős cég attól, mert elmegy egy informatikai igazgatótól, elvileg nem kéne, hogy mondjam. Ez a Honkarokkal milyen volt? Nem, ez volt a Waberers, tehát ugye a Waberers, tehát ettől ugye nem kéne, hogy összeomoljon a rendszer. Igen, tehát hogy összeomoljon, sőt, én szándékosan azt mondtam, hogy ameddig kell, én támogatom őket, és hogy tényleg ez egy ilyen, hogy mondjam, zökkenőmentes átadás legyen. Az más kérdés, hogy én azt gondolom, hogy nem tudták pótolni, tehát hogy ezt nyugodtan merem mondani, ez az, ami meg már az egómnak a
jól esik, hogy egyébként meg sajnos nem tudták pótolni. Tehát, hogy kellően nagy űrt hagytam magam után, hogy én onnan kiszálltam. Tehát ezt nyíltan kimered jelenteni, teljesen, hogy... Teljesen, ez abszolút így. És ez azóta esetleg, ha valakivel jó viszonyt ápolsz azóta, és ezt kimered mondjuk a szemébe is jelenteni, persze, hogy akkor... És mit szólnak ehhez az ottani vezetők mondjuk? Tehát helyeselnek? Hát... Vagy... Kérdés, hogy kit kérdezek. Jó, nem feszegetem tovább ezt a témát, abszolút, mert nem is feltétlenül lényeges. De ugye utána egy kicsit ugorjunk az időbe. Nyílt titok az is rólad, hogy a Chicagói Egyetemen végeztél. Na most engem az érdekelne a legjobban, hogy aki elmegy Chicagóba tanulni, tehát te nem... Honnan jött ez az elit egyetem mánia, nevezzük így? Miért mentél oda? Tehát nem volt elég jó egyetlen magyar egyetem sem ahhoz, ezt lehet szemtelennek érzed ezt a kérdést, de megmerem kérdezni, hogy itthon tanulj? Tehát, vagy miért döntöttél Amerika mellett? Oké, nagyon egyszerű, én nagyon sokáig és kevés dologgal vagyok így, tehát rögtön egy mentegetőzésre kezdem, rettenetesen kevés dologgal vagyok így, hogy sztereotípiákra építek. És ez be kell, hogy valljam, hogy Amerikával és az amerikaiakkal kapcsolatban nekem nagyon sokáig a sztereotípia élt a fejembe, hogy ott vannak ilyen emberek, akik más nyelven nem is tudnak, csak angolul, és egyébként azt se tudják, hogy hol van Európa, és stb. Stb. És hogy egyébként mindig hamburgert esznek, és el vannak hízve. Tehát kb. Ezek voltak a fejembe Amerikáról, és hogy oda se akarok menni. De nem csak a tiéd szerintem, mert nagyon sokunkban úgymond ez a képél. Abszolút, a hamburger nem biztos. Tudom, a hamburger ez biztos, és akkor hát ezen alapvetően változtatott az, hogy volt nagyon-nagyon nagy szerencsém még a hungarokamionnal is egyszer kimenni az USA-ba. Tehát én akkor a hungarokamionnak a vezérigazgatójával kimentem az USA-ba, hogy keressünk üzleti modellt, hogy hogyan lehetne a fuvarozást úgy csinálni, hogy az jobb. Akkor nagyon sok céget meglátogattunk. Alapvetően írt át a fejemben az egészet Amerikáról. Tehát, hogy láttam azt, hogy egy egységes piac. Tehát mehetünk délnyugatra, Arizonába, mehetünk északkeletre, Chicagóba, mindenhol. Ugyanúgy, micsoda meglepetés, jó, American English, persze, vannak különböző dialektusok, de hogy alapvetően micsoda meglepetés. Mindenhol ugyanezt beszélték, standarden mindenhol ugyanilyen gyorsan kiszolgáltak az étterembe, minden ment, minden működött. És hirtelen így elkezdett átállni az agyam, hogy atya úristen, Ez egy mekkora piac, teljesen egységes, teljesen más itt a játék, és teljesen mások a lehetőségek, és hogy ráadásul ezt mióta csinálják? Tehát, hogy egy ekkora piacon, ami egy hatalmas piac, egy nem azt mondom, hogy tökéletesen versenyző, mert azért ott is vannak politikusok, akik tesznek róla, hogy ne legyen tökéletesen versenyző, de mondjuk sokkal kevésbé nyúlnak bele a piacba, mint akár itt Magyarországon, vagy akár európai szinten, bárhol, bármelyik országban. És én ezt úgy megértettem, és ez pillanatok alatt átjött. Tehát amikor oda kimegy az ember, akkor ezek ilyen pillanatok alatt átjönnek. És így a saját bőrén látja, tehát mondom ez a példa, hogy tényleg ugyanezt, tehát hogy bemegy az étterembe, és így megy minden. És a pincérek mindenhol mosolyognak, és mindenhol arra figyelnek, hogy én tényleg jól érezzem magam, és ez látszik rajtuk, hogy a legtöbben, hogy ráadásul valószínűleg úgy vannak ösztönözve, hogy ez nem egy agyon erőltetett valami, hanem úgy néha ott úgy átjött, hogy ezeket tényleg érdekli. És ilyen apróságokban nagyon sok. És akkor az ember így felismerte azt, hogy ahogy itt Amerikában ezt több száz éve csinálják, én eljutottam oda agyban, hogy ezer éve ezek itt versenyeznek, csinálják a kapitalizmust, hát akkor a kapitalizmus biztos, hogy jobban tudják, mint ahogy mondjuk itt Magyarországon az egész biztos. És én akkor eljutottam oda, utána volt még két ilyen utam, ott láttunk eszméletlen üzleti modelleket, tehát lenyűgöző, tehát olyan cégeket, ugyanannyi volt az árbevétel és ugyanannyi kamionja volt, mint nekünk. Csak éppen a piaci érték az a hatszorosa volt, tehát erre mondta az egyik befektető, ott a befektetőnek a képviselője, igazgatóságnak az elnöke mondta, hogy Peter, this is a $1 billion question. Tehát ugye ez egy $1 milliárd kérdés. Tehát most itt ugye $1 milliárd az mennyi, ez ma ilyen 330 milliárd forint. Tehát ugye a két cégnek az értékek között több 100 milliárd forintnyi különbség volt. És ezt meg kellett érteni, és kimentünk, megnéztük ezeket a cégeket, ők fogadtak minket, én nem hittem volna, tehát ez is ilyen tök furcsa, hogy mondjuk tőzsdén levő cégek voltak mind a kettő, tehát meg egyik északkeleten, másik meg délnyugaton, és gyakorlatilag beengedtek magukhoz, beszélgettek velünk, lehetett velük interjúzni, megnéztük a rendszereiket, beszéltünk az embereikkel, meghívtak minket étterembe, stb. Stb. És gyakorlatilag láttam azt, hogy atya úristen, én ide akarok jönni, tehát ugye nem ott akarom tanulni a bizniszt, ahol, tehát az első, hogy megfogalmazódott a fejemben, hogy egy csomó minden van, amiről én még nem tudok, rengeteg dolog, és nem csak Amerikában, ugye a bizniszben is, és a másik pedig, hogy megfogalmazódott az, hogy ha ezt lehet tanulni, és erről lehet tanulni,
tanulni, akkor azt tanuljam olyan helyen és olyan piacon, ahol ezt már nagyon régóta csinálják. Tehát ahol már mondjuk több száz éve megy kapitalizmus. Tehát ez volt a legfőbb oka, miért te Chicagói Egyetem mellett döntöttél? Az már nem, tehát az első volt ugye, hogy miért Amerika, és hogy miért van egy ilyen egyetem. Az meg, hogy most legyen elit egyetem, ez meg ilyen valószínűleg az akkori egóm, tehát hogy úgy gondoltam, hogy hogyha elköltök pénzt, akkor, tehát hogy mondjam, tehát nagyon érdekes, mert mondjuk a top 30 és mondjuk a legjobb 3 egyetem között tandíjban nincs akkora különbség. Tehát, hogy mindegyik ilyen... Tehát feltérképezted őket. Abszolút, persze. Tehát azért megnéztem, hogy mit veszek. Hát ugye tudatos vásárló voltam ilyen szempontból, hát hova akarok menni, megnéztem, hogy a top 30 az mennyi, hova milyen esélye lehet bejutni. A top 3-ban nagyon nehéz, rettenetesen nehéz, meg a top 10-be is egyébként, tehát ezek így váltogatják egymást általában. És hát mondjuk, amit ugye kevesen tudnak, meg hogy akkor ezt a poént is lőjük le, tehát ugye a Chicagói Egyetemnek az üzleti sulia az már akkor is az első volt. Tehát, hogy vannak ilyen különböző rangsorok, egyetemi rangsorok, és szakonként is vannak rangsorok, és van 47 olyan újság, meg fórum, ahol ezeket rangsorolják, ami mérvadó szerte a világban, és ebből a 47-ből a legtöbben akkor már a Chicagói Egyetemnek volt ez az üzleti iskolája az első, akkor már egy vagy két éve, tehát akkor kerültek fel az első helyre. Meg még volt másik kettő, mind a kettőbe jelentkeztem persze, tehát hogy mene. És akkor igen, és akkor ehhez képest néztem meg a top 30-at. Most a top 30 is, hát ilyen, az is ilyen 10 milliós nagyságrend volt. Tehát mindig ugyanannyiba került. Tehát hogyha pénz, tehát hogyha én veszek valamit, ugyanúgy vagyok, mint hogy a MacBook-ommal, tehát hogy ha veszek valamit, lehet, hogy egy kicsit drágább, viszont nagyságrendekkel jobb. Uh-huh. Tehát, hogy ennyi. És mi a legfőbb különbség? Ez szerintem sok nézőt érdekelhet, ahogy mondjuk engem is, hogy mi a legfőbb különbség, mit éreztél a legfőbb különbségnek, mert ugye Magyarországon is jártál egyetemre. Mi a legfőbb különbség az amerikai egyetem, most nem feltétlenül kell ezt a Chicagóihoz hasonlítani, de egy magyar egyetem, vagy egy amerikai oktatáshoz és a magyar oktatáshoz képest. Elképesztően ultra jó volt, és megmondom, hogy miért. Miért élveztem? Mert praktikus. Tehát a végtelenségig praktikus. Tehát egy magyar egyetemen ezt nagyon nehéz elképzelni, hogy a legnehezebb egyik vizsgánk. Tehát nekem például a marketinget a Sanjay Dhar tanította, aki az egyik legjobb marketing professzor a világon, mai napig elismert. És a Sanjay Dhar a legnehezebb marketing vizsgánkon mindent lehetett használni. De érdekes mond mindent. Tehát nem az volt a feladat, hogy mindent zárjál le, rakd el a laptopodat, a telefonodat, a mindent, és átkutatunk meg ilyenek, mindent lehetett használni. Tehát bármit használattál, bármit tehettél. Google, egyet, bármi. Azt az egyet nem, tehát az egy volt kizárva, ezt megmondom, hogy miért, mert azt alá kellett írni, és ugye honor code volt, tehát ott véresen komolyan veszik azt, hogy nem puskáznak. Tehát eszméletlenül komolyan. Tehát ha valaki egyszer puskázik, kirúgják, és nincsen fellebbezés. Tehát ez nagyon fontos, hogy nincsen ilyen, hogy én fellebbezgetek meg ilyenek. Tehát ott ők azt mondják, hogy tisztességes verseny van az egyetemen, senki ne csaljon. És mondom, ennyi, tehát ez az egy nem volt, mert ugye Google keresőben megkeresettem volna ennek a megoldását, tehát ez egy ilyen eléggé komplex eset volt. És ugye a marketing profunk az azt mondta, hogy aki ezt megírja ára, tehát ott ugye A-tól indul az ötös, aki ezt megírja ára, az alapból át fog kapni, és azt is elmondta, hogy egyébként alig kapnak át, tehát nála nem lehet átszerezni, csak alig. Finoman jelezte. Igen, tehát abszolút, tehát finoman jelezte, hogy egyébként erre most nagyon húzzatok bele, fiúk. Na most én amúgy is átkaptam nála, tehát hogy ez ilyen adja magát, meg hát mindenhol mindenkitől átkapta. 18 tantárgyunk ott végén mindegyikből kitűnő, tehát végén kitűnővel végeztem, tehát még ketten voltak mellettem ilyenek a 240-ből, tehát hogy hárman voltunk, akik ugye kitűnővel végeztünk. Na most mondom, hogy tipikus, tehát praktikusság, tehát marketing feladat, és részinformáció alapján, tehát ez is nagyon fontos, való élethez teljesen hasonló. Tehát nem az volt, hogy mindent odaadtak. Van egy ilyen, tehát egy kontaktlencse volt, akkor álnéven futott, tehát hogy ne tudjunk rákeresni, tehát ezt nagyon ügyesen csinálták. Tehát ez egy ilyen rejtélezett brand bevezetésnek volt a témája, és hogy hova pozícionáljuk ezt a terméket. Tehát, hogy ez a termék, ezek az adatok hiányosak voltak, tehát nem volt meg minden, ugyanúgy, mint a való életben, és akkor döntsél. És utána hogyan döntesz? És erre volt 3 órád, 3 óra alatt mindent lehetett, az égvilágon mindenek utána nézhettél mindennek, és utána 3 óra alatt neked el kellett, hogy döntsed, hogy ezt te fiataloknak hánytól hány éves korig, férfiaknak vagy nőknek, sportcélra vagy hétköznapi viseletre, vagy éjszakai viseletre, stb. Ez egy kontaktlencse, és akkor hova pozícionálod.
Ez egy ilyen tipikus példa, tehát eszméletlenül praktikus, tehát ultra praktikus az egész, és mindenhol ez volt. Tehát olyan alapelveket tanítottak meg, amik a mai napig az agyamban vannak, tehát beleette az agyunkba. Tehát mondok egy másik példát, verseny. Eszméletlen sok időbe telik az egy vállalkozónak, mire megtanulja azt, hogy mi az, hogy verseny. És hogy a saját bőrén érez, és azt hiszük, hogy tudjuk, hogy hogy működik, de nem tudjuk. És akkor jött a játék, szó szerint játék, ahol volt eprünk, vagy volt halat fogtunk, itt vagyunk, kint állunk a piacon, hal piac, romlandó a hal. Mennyiért adom el? Mennyiért adom el, hogyha látom, hogy a másik áraz, tehát kirakja is az ártábláját, indul a következő kör, ma reggel van, kifogtuk a halat, ma reggel nem volt fogás, alig van hal, sok a vevő, felárazzuk, mint a fene, mert ugye kevés a hal, sok a vevő, felnyomjuk az árakat. De mit csinál a versenytársam? Ő is ugyanúgy felnyomja az árakat. Stb. Tehát látni ezeket, és hogy érezni, és ezeket, amikor az ember a bőrén megérzi, akkor beleeszi magát a zsigereibe. Tehát, és ebbe eszméletlen jó. De akkor te azt mondod, hogy a magyar oktatás az sajnos nem annyira gyakorlatias, abszolút, mint kint. Tehát te ezt hiányoltad masszívan a rendszer. Masszívan gyakorlatias. Tehát, és ráadásul abban a rangsorolt alapelvek, tehát hogy olyan professzorok tanítottak minket mind, akikből látszott, hogy ő ennél nem 10-szer, 100-szor többet tud, de abból a 100-ból azt az egyet, ami a lényegi, vagy 10-et, ami a nagyon-nagyon lényegi, azt ő úgy tudja átadni, hogy ez masszívan benned van. De elméletben tudta a professzor, vagy gyakorlatban is? Gyakorlatban. Tehát ez nagyon-nagyon fontos. Tehát, hogy gyakorlatban. Tehát full gyakorlati példákat mi is hoztunk. Volt, amikor én is tanítottam nekik, meg hát a többiek is, tehát, hogy volt olyan, hogy ezért, tehát így kérdezték, hogy who is this guy with this strange accent, ez voltam én, tehát, hogy ezért, tehát, hogy így belnézett a professzor, amikor első órára jött, és akkor benyögtem neki valamit, tehát ilyen mind egy cost accounting, tehát ilyen költség számításból, és akkor így nézett, hogy ez ki az Isten mondott ilyet. Hát mondom, én voltam. De ez mi? Ez milyen hülyeség? Mondom, hogy ez nem hülyeség, ez így van. És látszott, hogy ő is figyelt. És mi volt a legfontosabb mondat? Tehát mi volt ez a legfontosabb, ha mondjuk egyetlen mondatot, kifejezést, leckét lehetne emlegetni, amit neked a Chicagói Egyetemen, mondjuk egy magyar egyetemhez képest a többszöröséért ugye azt a tudást átadták neked és megtanították, amiért te mentél. Mit emelnél ki? Fú. A nézőknek. 180 ilyen van, de nem túlzok. Van néhány, de nagyon fontos. Az egyik, amivel a Chicagói Egyetem oda jutott ahova, az az, hogy ők nagyon régóta, tehát ők szociológia meg pszichológiában erősek, amivel oda jutottak, és én az elején komolyan fel akartam állni, és azt mondtam, tehát én akkoriban extrém kocka voltam. Tehát én úgy kerültem oda, hogy hát ugye informatikus háttérre jöttem, volt akkor már közgázom, meg minőségirányítási menedzseri ézém diplomát, de hogy alapvetően én egy kocka gyerek voltam. És az első órán azzal kezdtek, hogy it's not the people but the situation. Tehát, hogy ne az embert nézte, hanem a helyzetet. És hogy you are other people's situation, te vagy a másik embernek a helyzete. És hogy arról szólt az egész, hogy a helyzet és a környezet az alapvetően meghatározza azt, hogy emberek döntenek. És az egész az arról szólt, ez a tantárgy, hogy hogyan tudunk, tehát nekünk vezetőknek kell, hogy legyünk, és mint vezetőknek más embereken keresztül kell, hogy elérjünk eredményeket. Ez nekem akkor egy érthetetlen dolog volt. De utána besüllyedt ez is, tehát ezt is úgy tanították, hogy ez lesüllyedt, ezt én megértettem. És én azóta, és én akkor is ott értettem meg például azt, hogy mit jelent az, hogy valakinek alkalmazottja van. Én előtte nem értettem. Tehát én ugye az informatikával foglalkoztam, az alkalmazottakkal kevésbé. Nekem mindig az volt a feladatom, hogy az alkalmazottak száma az menjen le, az informatikai büdzsé meg közben ne növekedjen, de minél több feladatot lehessen ellátni. Itt meg hirtelen megértettem, hogy emberekkel is lehet eredményt elérni. És hogy nekem úgy kell, hogy dolgozzak, hogy azok az emberek, akik velem dolgoznak, azoknak én teremtem meg a környezetét, én teremtem meg a feltételeit, én teremtem meg azt, hogy ő ott szeret vagy nem szeret, mit tekint fontos célnak, mit nem tekint fontos célnak, és ennek az egésznek ennek úgy kell, hogy működjön, hogy a végén ő ezt ne vegye észre. Tehát én nem tehetek mesterséges környezetbe embereket. Mindezt mondom, hogyha nem megyek oda Chicagói Egyetembe, szerintem mai napig nem tudom. Csak hogy a nézők, mert erre biztos, hogy kíváncsiak is, hogy ne nagyon kalandozzunk el, mert ugye vannak még azért kérdések. Tehát ha mondjuk 1-2-3 mondatot lehet kiemelni, amire te azt mondod, hogy ez neked nagyon beleégett az agyadba, akkor az mi volt? Tehát, mondom, tehát az első, ez nagyon durva, mert tényleg az első órát ezzel kezdtük. Tehát, hogy ne az embert nézd, hanem a helyzetet. Tehát ez az egy első. A második, te vagy a másik embernek a helyzet. Tehát meg kell, hogy értsem, hogy ahogyan én viselkedek, és amit én teszek, mint vezető, az alapvetően meghatározza többi embert, aki velem dolgozik. Tehát én vagyok az, aki
tehet arról, bármi is történik. Tehát én felteltem a kezem, hogy hát ez így történt, ez nem az én hibám, bocs, én vagyok a vezető, én határozom meg a környezetét az embereknek. Ez volt ilyen. A harmadik. Következő volt még ilyen, a másik, megmondom, ez a kimondottan a verseny. Tehát az, hogy megértettem azt, hogy ha már ketten vannak, tehát volt egy ilyen nagyon-nagyon durva mondat, a verseny intenzitását nem a szereplők száma határozza alapvetően meg. Ez egy nagyon tudósnak hangzó mondat, de óriási. Annyit jelent, ha már ketten vannak is a piacon, az már valódi verseny. Tehát ha egyedül vagyok, monopoli játék, ugye, ha amíg egyedül vagyok, addig úgy árazok, ahogy akarok, és azt csinálok, amit akarok. Abban a pillanatban, hogy meg ketten vagyunk, abban a pillanatban a verseny intenzitás az nem lineárisan nő, az így felugrik exponenciálisan. Tehát azonnal gyakorlatilag szinte egy tökéletes verseny van. És ezt is, mire az ember megértette, hogy ez miért így van, és hogy ez tényleg így működik, óriási dolog. Hogy ezt most már tudom. Tehát, hogy tudom azt, hogy például a céget is hova pozícionáljuk. Tehát mi az, amiben mi versenyzünk, mi az, amiben nem versenyzünk. És ez egy ilyen alapvető zsigeri dolog, ami szintén belém égett.